Üdvözlök mindenkit, Szegedi Balázs vagyok. Ez az előadás a videókészítésről fog szólni. Első körben áttekintjük a videókamerák típusait, fajtáit, mi mire használható, alkalmazható. A képen látható videókamera egy kompakt videókamera, elsősorban hobbi célokra alkalmas, egy egyszerű objektívvel felszerelt, kicsi méretű, zsebben elfér. Az általa készített kép minősége viszonylag gyengének mondható, hobbi célon kívül nagyon más videófelvétel készítésére nem alkalmas. Ez a kamera egy robusztusabb felépítésű az előzőhöz képest, viszont szintén a kompakt videókamerák csoportjába tartozik. Ezzel már komolyabb felvételeket tudunk készíteni jóval nagyobb felbontással. Az objektívje zoomolásra alkalmas, valószínű, hogy a digitális zoomon kívül optikai zoomot is tartalmaz. 40-szeres optikai zoom, bocsánat, 40-szeres digitális zoom jelölés található a tetején. A digitális zoom, ha már itt kitértem erre, akkor szeretném elmondani, a digitális zoom az nem más, mint a képbe történő belenagyítás digitális módon, tehát a pixelek méretének a növelése, nem pedig a pixel sűrűségnek a növekedése. Minőségromlással jár, igazából semmi nem lehet használni, marketing célokat szolgál ezeknek a számoknak a feltüntetése, akár fényképezőgépen, akár kamerán, ezeket nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk. Amit mi ki tudunk használni, és hogyha van, az optikai zoom. Az is lehet akár 40-szeres optikai zoom, viszont az optikailag nagyít bele a képbe, a kép minősége nem romlik ezáltal. De visszatérve erre a kameratípusra, ez egy jóval szélesebb körben használható elődjénél, sokkal kényelmesebb a fogása, kényelmesebb a tartása, valószínű, hogy ez már állványra is szerelhető, az előző típuson állványrögzítő csavar nem található. Ez egy kompakt videókamera, amely kettő objektívvel rendelkezik, 3D-s videófelvétel készítésére alkalmas. Jól látszik a képen, két pici objektív jobbra és balra. Ma már ilyeneket is forgalmaznak, fényképezőgépek esetében is találkozhatunk ilyen géptípusokkal, amelyekben kettő darab objektív kap helyet egyszerre. Ez egy kompakt videókamera, amely víz alatti felvétel készítésére alkalmas. Érdemes tudnunk a videókamera kiválasztásakor, hogy milyen célra szeretnénk alkalmazni a kameránkat, akarunk-e víz alatti felvételeket készíteni, ugyanis nem mindegyik típushoz forgalmaznak víz alatt használható, teljesen hermetikusan záró tokot, tehát érdemes ezt ezután utánnézni, tájékozódni, és olyan kameratípust kiválasztani, hogyha víz alatti felvételeket akarunk készíteni, amelyhez létezik ilyen tok, vagy erre alkalmas. Ez egy kompakt videókamera, amely már felszereltségét tekintve bővebben felszerelhető változat, ezeken megtalálható vakupapucs, már aminek segítségével különböző eszközöket tudunk illeszteni a gépünkre. Itt a képen egy hangrögzítésére alkalmas mikrofon van rögzítve erre a vakucsatlakozó helyre, de ide akár fényforrást is tudunk rögzíteni, akár más egyéb kiegészítő eszközöket. Ez már egy komolyabb videókamera, cserélhető objektívvel rendelkezik, lényegesen robusztusabb felépítésű az elődjénél, valószínűleg az akkumulátora is hosszabb élettartamú és időtartamú, jobban terhelhető, hátrányuk ezeknek, hogy ezek már jóval nagyobb bekerülési költségűek, ezeket már profi videósok alkalmazzák elsősorban. Ez pedig egy komolyabb, profi, háromdimenziós kép rögzítésére alkalmas videókamera, szintén kettő darab objektívvel van ellátva. Ezekhez is már rengeteg kiegészítő vásárolható, mint fényforrás, mint hangrögzítő eszköz, fényformáló eszközök is adott esetben. Most nézzük át a fotózást, most tekintsük át a kép rögzítés alapjait. Elsőként, mint a fotós előadásomban, a videós előadásomban is a fehér egyensúlyt említeném. A fehér egyensúly határozza meg az elkészült filmünknek, képünknek a színét, színvilágát, szakkifejezéssel élve a színhőmérsékletét. Ez különböző fényforrásokhoz állítható be alapból,
de tudunk neki egyéni beállítást is adni különböző módon. Attól függ, hogy milyen színű, mi színhőmérsékletű a fényforrásunk. Az izzótól elkezdve az árnyékos automata és egyéni beállításon keresztül teljesen tetszőleges beállítást is meghatározhatunk. Itt szeretném azt megjegyezni, nem feltétlen fontos a helyes fehér egyensúly beállítása a képnél, mert ezekkel a színárnyalatokkal, színhatásokkal különböző hatásokat fogunk tudni elérni egy filmen, egy felvételen. Hogyha egy kicsit komorabbá akarjuk tenni, vagy egy kicsit hidegebbé, hűvösebbé, akkor érdemes a valóságostól hidegebb színhőmérsékletet választani, vagy hogyha kellemesebb, melegebb, mondjuk egy Rivérán készült felvételnek meg érdemes egy kicsit melegebb színhőmérsékletet adni, hogy még jobban fokozzuk a nap melegét, az éghajlatnak a forróságát, füllettségét. Itt egy kis összefoglaló ábra mutatja be, hogy az egyes fényforrásokhoz meg milyen színhőmérsékleti adatok tartoznak. Természetesen Kelvinben vannak ezek az adatok kifejezve, ugyanúgy, mint a fotós előadásomban ezt korábban említettem. A gyertyáé 1000 Kelvin, még a ködös borult égbolté olyan 9000 és 10.000 Kelvin között mozog. És akkor nézzük át, hogy mit is jelent a rekeszérték. A rekeszérték határozza meg az ecsényi idő alatt a kamera érzékelői jutó fény mennyiségét. Ugyanúgy működik, vagy elvileg ugyanúgy kell működnie, mint az emberi szem pupillájának. Ha változik a fény mennyisége, azaz csökken, a pupillánk tágul, ha növekszik, szűkül, hogy ecsényi idő alatt ecsényi mennyiségű fény jusson be a szemünkbe. A kamerák esetében, hogyha automatikus üzemmódra van állítva, akkor ugyanúgy működik, mint az emberi szem. Ellenkező esetben viszont nekünk manuálisan kell beállítanunk. A manuális beállítás rengeteg kellemes hatás és effekt elérésére alkalmas. Célszerű mindig a manuális beállítást alkalmaznunk. Azonban azt szem előtt kell tartanunk, hogyha a rekeszt szűkítjük, kevesebb fény fog bejutni, tehát hajlamosabb a kép elmosódottá válni, nem jól kivehetővé válni, tehát kevés fény mellett tágrekeszt érdemes használni, sok fény mellett szűkrekeszt érdemes használni. Azonban, hogyha a rekeszt szűkítjük, úgy a kép mélységélessége is növekszik. Ahogy tágítjuk a rekeszt, úgy a kép mélységélessége csökken, ezt fönt a rekeszek fölötti képsorozat mutatja, ott látszik, hogy egy F per 5,6-os rekesz mellett a virág még jól kivehetően éles, ugyanakkor a háttér kellemesen elmosódott, nem nagyon látjuk, hogy mi van a hátul, míg egy 22-es viszonylag szűk rekesz mellett a háttér is egészen éles, kivehető. Ezzel tudjuk elérni azt, hogy egy fő témát hangsúlyozzunk, vagy egy fő témát jobban belemossunk a háttérbe. Itt mutatja meg a rekesz és a mélységélesség összefüggését ez az ábra. Minél kisebb a rekeszünk, annál nagyobb a mélységélességünk, minél nagyobb a rekeszünk, annál kisebb a mélységélességünk. Az F után lévő szám jelöli a rekesznek az értékét, ez minél kisebb szám, annál tágabb rekesz, minél nagyobb szám, annál szűkebb rekeszt ad ki. A következő képen a különböző objektívek, illetve látószögű objektívek látószögét mutatja be. Kezdve egy viszonylag tág látószögtől, a 18 mm-től a teleobjektíveknek megfelelő 400 mm-es látószögig. A képkivágásokon látszik, hogy minél kisebb látószögű objektívet használunk, annál jobban ráközelítünk a témára, azaz annál kisebb szeletét látjuk az elénk tárulkozó képnek. Különböző látószögű objektívek használatával nagyon jó hatásokat tudunk elérni, be tudunk mutatni egy egész nagy teret, hogy egy térből le tudunk szűkíteni egy egész kicsi darabot, és ki tudjuk hangsúlyozni. Alapvetően nincsenek olyan objektívek, amelyek minden témára alkalmasak. Vannak úgynevezett összvér zoomolására, változtatható látószöggel zoomolásra és többféle képkivágásra alkalmas objektívek. Alapvetően profi operatőrök több objektívvel dolgoznak, a témának megfelelően ezeket váltogatják.
Itt szeretnék áttérni a videózásban alkalmazható különböző kiegészítőkre. Elsősorban a szűrőkre. A szűrőket az objektívek elé szokták csavarni, léteznek színszűrők és speciális szűrők. A speciális szűrők közül hármat szeretnék megemlíteni. A képen balról jobbra haladva az első a polárszűrő, a középső egy protektorszűrő, még a harmadik, egyben utolsó, az egy UV szűrő. A polárszűrő a polarizált fénynek a kiszűrésére alkalmazható, használatával kontrasztosabb képeket kapunk, illetve a nem várt becsillanások elkerülhetőek. Nem teljesen, de a csillanásoknak 70-80%-át ki lehet vele szűrni. Főleg terepen alkalmazható, de stúdió felvételek esetében is szokták alkalmazni. A protektor szűrő, mint a nevében is benne van, védelmi célt szolgál, a kamerák front objektívjének frontlencséjét védik a különböző mechanikai sérülésektől. A harmadik pedig az UV szűrő, ez védheti akár az objektívet is az UV sugárzástól, de védi az operatőrt is, és használatával egy kicsit élesebb, kicsit kontrasztosabb képet lehet kapni. Ez az ábra mutatja be a polárszűrőnek az alkalmazását, illetve a baloldali képen pedig a polárszűrő nélküli felvétel készítését. Jól látszik, hogy a jobb oldali kép, ahol polárszűrőt alkalmazott az operatőr, illetve a fotós, ott sokkal kontrasztosabb a kép, sokkal kékebb az ég. Általában azokon a felvételeken, ahol nagyon rikító kék égbolt látható, az utómunka mellett polárszűrő alkalmazását is sejteti. A polárszűrő alkalmazása a becsillanások elkerülésére. Szintén a baloldali kép az, ahol nem alkalmaztak ilyen szűrőt, a jobboldali képen pedig alkalmazták ezt a szűrőt. Ott jól látszik, hogy az autó motorházatén sokkal kisebb a becsillanás, és egész jól belátunk az utastérbe. A másik képen nagyon csillog a szélvédő. Itt szintén a polárszűrő nélküli és a polárszűrővel készült felvételt látjuk. A bal oldalon ugye nem használt polárszűrőt a felvétel készítője, itt a víztükör visszacsillog, a jobb oldali képen pedig a víztükör szinte alig csillog, átlátszó, látjuk a pataknak a medrét. Pár szót szeretnék ejteni a képalkotásnak a szabályairól vagy szabályszerűségeiről. Nem tartom szerencsésnek szabályként emlegetni, mert a művészetben nem nagyon célszerű szabályt alkalmazni. Ha szabályok szerint élnénk, akkor Picasso nem tartana ott, ahol jelenleg tart a művészeti irányzatok terén. Első körben az aranymetszés szabályát szeretném megemlíteni. Az aranymetszés azt mondja ki, hogy a képet a függőleges és viszintes irányban három felé felosztott képmező egyharmadába célszerű berendezni, úgy, hogy a kép befelé nézzen. Mint például ezen a képen, és jól látszik, hogy ez a kis épület, illetve az épületnek a homlokzata, a képnek a kép által alkotott tér nagyobb része felé néz. Ennek a szabálynak az alkalmazása mellett, vagy az alkalmazásának köszönhetően, ha az ember végignéz egy fotón, egy képen, egy felvételen, egy videófelvételen, akkor nem csak a videófelvétel középpontjában lévő objektumot, szemét veszi figyelembe, hanem végvezeti a tekintetet ez a típusú elrendezés. Itt szeretném megemlíteni ezt az úgynevezett 30 fokos szabályt, ami nagyon fontos a vágások alkalmazásakor. Ez a 30 fokos szabály az azt mondja ki, hogyha a két felvétel, amit egymás után szeretnénk bevágni, 30 foknál kisebb bezárt szög alatt készült, akkor nem célszerű a két ilyen felvételt egymás után bevágni. Túlságosan zavaró lesz, ugyanis a két látószög között nagyon kicsi a különbség, és ha így tesszük be a felvételt, akkor csak azt látjuk, vagy olyan olybá tűnik, hogy az operatőr miközben vette az alanyt, vagy vette az adott objektumot, tájképet, tájat, közben megbotlott, valami hibát követett el. Célszerű a
vágások alkalmazásával ettől nagyobb szögben készült felvételeket egymás mögé berakni. És itt pár képkivágást szeretnék bemutatni önöknek. Hogyha portréképet készítünk, illetve személyt ábrázolunk, milyen módon tudjuk ezt variálni. Ugye, első és legtermészetesebb a teljes alakos képkivágás, amikor tetőtől talpig ábrázoljuk a személyünket. Aztán lehet egy közepes képkivágás, amikor térd fölött, hangsúlyozom, térd fölött vágjuk el. Ha térd alatt vágnánk el ezt a képet, akkor nagyon zavaró lenne, mint hogy a térd alatt tényleg el lenne vágva annak az illetőnek a lába, és ő onnan indulna. Tehát feltétlen térd fölött, és természetesen az egész fejet befoglalva tudjuk ezt a szemét felvenni. Létezik, aztán léteznek ugye ettől kisebb kivágások, hogy az ábra is mutatja. Itt a teljes igénye nélkül nem mondom el mindegyiket. Vannak a különböző úgynevezett kisebb portré kivágások, amiket szoktak alkalmazni. Hogyha valaki látta esetleg a Döglött-Tatár című filmsorozatot, ők ezt a close-up, azaz a közeli kivágást alkalmazzák, ahol az ember fejtetője kevésbé látszik, sokkal inkább az arcára, a szemére fókuszálunk. Ennek akkor lehet jelentősége, hogyha nagyon fontos az arcmimika megjelenítése a filmen. Hogyha szeretnénk ábrázolni az arc akár meggyötörtségét, akár jókedvét, akár barázdáltságát, akkor egy ilyen extrém közeli vagy közeli kivágással ezeket lehet fokozni. Vagy nyugati filmekben szokták alkalmazni ezt az extrém close-up, tehát ezt a nagyon-nagyon közeli kivágást, amikor a szereplőnek csak a szinte csak a szemét mutatják, főleg olyan jelenetek esetében, amikor mondjuk valamiféle fegyverharcra kerül sor, vagy valami leszámolásra, vagy párbajra, és akkor mutatják a szemet, hogy hogyan rezdül a különböző mozdulatokra. Érdemes ezeket végigpróbálgatni, mivel milyen hatást lehet elérni. Az extrém közeli kivágáskor lehet fokozni a film hangulatát, lehet érzékeltetni a szereplő aktuális állapotát, aktuális hangulatát, akár a gondolatát, a mimikán keresztül rengeteg mindent a tekintetére jobban rá lehet fókuszálni. Egy-két kiegészítőt itt még szeretnék számításba venni. Ilyen lehet például a különböző fényforrások. Ezt nem csak a fotós világban alkalmazzák, hanem a filmes világban is. Sőt, sok olyan eszköz van, ami a filmes világban vándorolt át a fotósokhoz. Ez egy fényterelő eszköz, aminek segítségével a fényt irányítani tudjuk. Nem csak a fénykibocsátó eszköz elforgatásával, hanem az elé helyezett fényterű lapok segítségével. Ez egy fényformáló eszköz. Ennek segítségével az erős pontszerű fényből egy viszonylag kellemes szórt fényt tudunk előállítani, amellett, hogy irányítani is tudjuk. A fekete lezárásnak köszönhetően oldalra viszonylag kevés fény jön ki ebből a kis dobozból, ezt úgy is hívják egyébként, hogy softbox. Kevés fény jön ki a dobozból, és inkább előre felé lehet irányítani, de sokkal jobban szórt fényt ad, mint az előző eszköz használatakor kapott eredmény. Itt a különböző softboxoknak nevezett fényformáló eszközök. Ez konkrétan a képen látható Octobox, 8-szögletű. Ezt alkalmazzák ezzel a diffúzorlemezzel, a fehérrel, amit középen lent látunk. A jobb oldali egy mélysejtrács használata. Ezzel tudjuk terelni a fényt, szintén egy fény irányító eszköz. A baloldali képen pedig nyitott állapotában látjuk ezt a softboxot, ez belülről egy ilyen tükörszerű fóliával bélelt, megfelelő fény visszaverődés érdekében. Itt pedig a különböző képkivágási típusok. A Full HD, ugye sokan keverik a HD, Full HD, mit is jelent ez? A HD felbontás az 1920x720 pixeles felbontás. Itt a kép próbálja érzékeltetni, hogy ez hányada is a Full HD-hez képest. Egy sokkal keskenyebb képkivágásról beszélünk. A Full HD az 1920x1080 pixel értékben értendő. A PAL, a TV, a hagyományos TV-képernyői pedig 720x576-os felbontással bír pixelben természetesen. És akkor pár fotós fogalmat szeretnék
tisztázni szeretnék elmondani önöknek, mi is az a jelenet. A jelenet azon, a filmnek azon részlete, amelyet a tér-idő egységen jellemez. Több beállításból, nézőpontból végzett felvételből állhat. Rendszerét folyamatosan veszik filmre. Tehát ami folyamatos, amiben nincsen szakadás, az egy jelenet. A szekvencia az egy több jelenetet magában foglaló egység, amelyet tér-idő viszonyok azonossága vagy narratív folytonossága köt össze. Tehát több apró jelenet, ami nagyjából egy időben zajlott, azt összekapcsolják, összevágják, az ad egy szekvenciát. Szubjektív beállítás. Mi is ez a szubjektív beállítás? A felvétel olyan látványt mutat, amely egy szereplő szubjektív nézőpontjából azonosít, mint az ő szemével látnánk. A kamera azonosul a szereplővel. Ezt általában úgy szokták elérni, hogy a szereplő háta mögé, vagy a szereplő arca mellé helyezik a kamerát, és onnan veszik fel a jelenetet. Olyan, mint a valóban az ő szemével látnánk. Lényeg, hogy a kamera egy magasságban legyen, és közel a szereplő fejéhez. A nézőpontra utaló beállítás. A szubjektív beállítás változata a látvány egy bizonyos szereplő nézőpontjának feleltethető meg. A kamerát a közvetlen a szereplő mellé állítják, a többi szereplő ebbe az irányba nézve beszélget vele. Például nem a kamerában néz közvetlenül. És ezért is nézőpontra utaló, és nem az előző szubjektív beállításról van szó, hiszen látjuk, hogy nem teljesen a kamerában néz, tehát mint ha mi is ott állnánk a szereplő mellett, és onnan néznénk, hallgatnánk végig, és néznénk végig ezt az ott jelenetet. A félig szubjektív vagy társított beállítás. Egy szereplő látásmódjához társult beállítás, egyfajta átmenet a személytelen és a személyhez köthető nézőpontok között. Például egy jelenetet figyelő, összeseregett járókelők nézőpontja, amikor őket is látjuk, de a látvány egyértelműen az ő nézőpontjukból tárul fel. Főleg olyan filmekben, bűnügyi filmekben láthatjuk, ahol mondjuk valami balesetet követően veszik fel azt, hogy a járókelők körbesereglenek, és megnézik azt, hogy mi történt. Sokszor a kamera mozog is a járókelők vonalában, és úgy figyeli az eseményeket. Sok ilyen jelenet volt például a vészhelyzetben, amikor olyan, mintha mi kinnülnénk a kórház folyosóján, és látnánk azt, hogy éppen adott esetben mi történik. Más kérdés, olyan valós kórházban nem nagyon fordul elő, mint ott, de az jól ábrázolja ezt a félig szubjektív társított beállítást. Személytelen beállítás. Na mi is ez? A látványnak nem tudjuk ki a szemlélője, nem köthető szereplő nézőpontjához, például egy helyszínt bemutató panorámázás, amelyet nem követ a tájat szemlélő embert mutató kép. Mit is jelent ez? Gyakorlatilag ez, amikor az operatőr kiáll a kamerájával, és vagy zoomolással, vagy külön olyan összevágásokkal készíti a felvételt, aminek segítségével mi be tudjuk járni a tájat, de érezzük azt, hogy nem sétálva tettük ezt meg, hanem egyfajta montázs segítségével tárult elénk. Montázs. Ez filmezett jelenetek felvételek retorikus elrendezése, összekapcsolása. A film elbeszélés kialakítása érdekében. A film formanyelvének egész belső struktúrának középponti kérdése. Amikor olyan jelenetek összessége van egymás mögé kapcsolva, ami egy olyan összességet ad, ami időben nem feltétlen egymást követi, de egy hangulatkeltés, egy hatásfokozás érdekében nagyon jó. Lineáris montázs, viszintes montázs, a képek jelenetek összefűzése egymás utáni szerkesztés mondja. A függőleges montázs az, amikor egy kiegészítő hangkompozíció, beszéd, zörej, zene, kép és hang egyidejű szereplése, szintézise, megszerkesztése a lényeg. A vágás, van úgynevezett kemény vágás. A legegyszerűbb, leggyakoribb átkötési mód, a következő kép minden átmenet nélkül lép az előző helyébe. Beállítás, ellenbeállítás. A képek elrendezésének az a módja, amikor a montázs során egymás után következik egy beállítás, és annak fordítottja. Például két beszélgető embernek felváltva látjuk az arcát szemből. Vagy egy figyelő arcképét követi, annak
megmutatása, hogy mit néz. Ezt szokták alkalmazni úgy is, hogy nem csak felváltva látjuk a két arcot, hanem ha a két arc beszélget úgy egymással, hogy nem egymással szembe fordulnak, hanem egymásnak háttal vannak, illetve egyik háttal van a másiknak, de egy irányba néznek, és az operatőr az élességállítás változtatásával érzékelteti, illetve mutatja be az éppen jelenetben lévő, vagy éppen beszélő személyt. Jelesítéssel és homályosítással. Ugrásszerű, kiadásos vágás. Hirtelen ugrásszerű helyzetváltoztatás. Helyzetváltoztatás egy személynek, tájnak a vászon, ami abból származik, hogy kivágják, nem filmezik a beállítás középső részét. Megállítják a kamerát, majd újból, más szögből újraindítják. Eredménye, a folyamatosság megtörése, újabb videoklippekben gyakran jelenek vele, de az ugrásszerű kiadásos vágás nem csak videoklippekben, hanem Quentin Tarantino filmjeiben is megfigyelhető. Ott ő nagyon gyakran alkalmazza ezt a típusú vágást, amikor kihagynak egy-egy részt, és mutatják azt, főleg akkor, amikor egy szereplő valamerre nagyon igyekszik, és valami akcióban éppen nagyon benne van, hogy a köztes részek nem olyan fontosak, hogy hogyan száll be az autójába, hanem az a lényeg, hogy kocsi kulcsot vesz, és már berobog az autóba, és már megérkezik, és közben mondjuk még a kesztyűtartóba pakol, és ezt összevágják szépen. Belső vágás. Egy azon jelenet sor belüli vágás. Nézőpontok változtatása. Például amely során a tér, idő vagy narratív tényezők változatlanok maradnak. Ez hasonlít az előzőhöz, amit elmondtam, gyakorlatilag arra is rá lehet ezt mondani. Ilyenkor ugye folyamatosság van a jelenetben, nem csak ide-oda ugrálnak, hanem a egyes jelenetek részek követik egymást. Párhuzamos montázs vagy vágás. Két egyidejű esemény váltakozó bemutatása, például üldözött és üldöző képei. Feszültségkeltés és késleltetés eszköze is lehet. A közbevágott más események megmutatása miatt az első cselekményről kihagyásosan jelenik meg, és időben elnyújtva. Mit is jelent ez, hogy hogyan is kell ezt elképzelni? Szokták azt a módszert alkalmazni, hogy látjuk az egyik eseményt, majd később látjuk a másik eseményt. De ha ezt hangulatilag akarják fokozni, akkor a kettőt ugye egyszerre egy időben mutatják be. Tehát mindegyikből látunk egy-egy részt. De mivel ez a kettő egyszerre megy, gyakorlatilag kétszer olyan hosszú ideig fog tartani egy-egy cselekménysor, mert még közben be van vágva, be kell, hogy vágják azokat a részeket, ami mellette párhuzamosan, másik helyszínen, máshol, ugyanabban az időben zajlik. Szintén hangulatkeltési céllal is alkalmazzák, és feszültségkeltésre is nagyon jó ez a technika. Az insert, vagy fordított, többnyire rövidebb időtartamú közeli-nagyközeli felvétel, amelyet beékelnek, bevágnak egy folyamatos jelenbe. A cselekmény magyarázata lehet a kiemelés, a hangsúlyozás, valamint metaforikus asszociáció. Ilyen lehet például az, amikor mondjuk egy gyilkosság szempontjából fontos az, hogy milyen fegyverrel követték el, most csak egy példa. Tehát nem elég az, hogy mi látjuk a jelenetet, hogy egy ember elővesz egy fegyvert és lelő valaki mást, hanem megmutatják azt, hogy kihúzza a fiókot, és ráközelítenek a kezére egy villanás elejéig, hogy melyik fegyvert tette ki a fiókból, ha abban éppen több van. Vagy miközben kihúzta a fiókot, lecsúszott az ujjáról a gyűrű és beleesett a fiókba. Mert ez leesett később fontos lesz, valószínűleg ez lesz valamiféle bizonyíték, és ez célszerű, ha tudjuk, hogy igen, itt ő már egyszer el fog csúszni. Íris. A kör alakú képkivágás, amely többnyire mozgó képkivágás, körkörösen tágul. A képet előbb pici pontként látjuk, a vászon közepén, aztán körszerűen tölti be a teret. Főleg a némafilmek korábban alkalmazták gyakran. De ma is látható ilyen, általában egy-egy nagyobb jelenet átkötésénél néha szokták alkalmazni, elsősorban romantikus, komikusabb vígjátékok esetében, rajzfilmek vagy animációs filmek esetében is szokták alkalmazni, leggyakrabban a film elején. Vagy egy-egy nagyobb rész bezáróan a következő rész megnyitásához alkalmazzák ezt a típusú technológiát. Kameramozgás. A kamera vízszintes irányú mozgása történhet egy elfordulással a kép jelenet egyik részétől a másikig. Szépen végigköveti a szereplő mozgását, vagy a tájnak a mozgását. Ez a német szóval hívják svenkelésnek, amikor egy tágabb látványt
fog majd be az egész. Svenkelést a fotográfusok is szokták használni, szintén ugyanúgy működik, mint a kamera esetében, csak ugye a fotónál egy kép készül el, viszont a svenkelésnek köszönhetően lesz egy olyan képünk, aminél a fő téma nem, viszont a mozgásnak köszönhetően a háttér gyönyörű szépen álmosottá fog válni. Autók fényképezésénél gyakran élnek vele fotográfusok. A panorámázás, ennek a rövid angol kifejezése a pen szó. Amikor egy viszintes mozgással az operatőr végigveszi a tájképet, és gyakorlatilag a mi agyunkban egy panorámakép össze fog állni a végén, és látjuk, hogy hol vagyunk. Általában olyan jelenetekkor alkalmazzák, ahol a tájat is mellébe akarják mutatni. Ezek a mozgások történhetnek különböző módon. Sin előre kiépített kötött pályás kameramozgató rendszerekkel, kocsizással, ilyen boom rúddal készített kameraállványon történhetnek ezek a követések. Igazából ezeknek minden az a jellemző, hogy sima mozgásképet adnak, nem döcögős, könnyen követhető, a néző számára könnyen befogadható képet kap, nem keveri föl a gyomrát. A kézzel követett képnek az a hátránya, hogy adott esetben a gyomorkeverő lehet, felkeverheti a néző gyomrát, rosszul életet okozhat. Ugyanakkor a kézzel, a kézből követett, a kézzel mozgatott kamera nagyon jó hatást, ugyanakkor a kézzel mozgatott kamerával nagyon jó hatást tudunk elérni, tudjuk érzékeltetni azt, hogy az illető az tényleg mozog, az fut, macskakövön jár, tehát nem kell feltétlen mindig a teljesen steril, sima, zajmentes mozgásokat alkalmazni, van, amikor kifejezetten arra törekednek, hogy igenis ez látszódjon, hogy kézből készített, hangsúlyozzák, és hangsúlyozzák a cselekménynek az alkatottságát. Egy menekülő ember esetén szokták gyakran úgy alkalmazni, hogy mellette az operatőr fut, és nem pedig egy kamera állványon, egy sírrendszeren keresztül gördítik a kamerát. Volt egy film régen, az úgynevezett Blairwitch Project, amit egy bő 10 évvel ezelőtt a 2000-es évek elején lehetett látni a moziban. Arról azt mondták, hogy az egy amatőr videófelvétel, amit az esőerdőben találtak meg, és gyakorlatilag azt összevágták, és azt vetítették a moziban. Közben kiderült, hogy ez egy tudatosan leforgatott felvétel volt, de annak köszönhetően, hogy nem állványrendszeren, sínrendszeren, kameramozgató berendezésekkel vették filmre a jeleneteket, ennek köszönhetően életszerűvé, amatőrszerűvé vált a film. Tehát különböző hangulatokat tudunk ezeknek a mozgásoknak a keverésével, alkalmazásával elérni. Nyilván, hogyha a profizmusra törekszünk, és nekünk az a lényeg, hogy a kamera szépen zökkenismentesen menjen A-ból B-be, akkor ilyen eszközökre szükségünk lesz. Különböző fogalmak még, amit itt érdemes megemlíteni. Korábban mondtam már ezt a fókuszváltást. Amikor nem az egyik szereplőt másik szereplők mutatják felváltva, hanem a fókuszpontot váltják a két szereplő között. A zoomolással, amikor ráközelítünk, vagy távolodunk valami felé. Alapvető szabály az, hogy nem egy távoliból egy közeli felé szoktunk zoomolni, hanem egy közeliből egy távoli felé. Sokkal könnyebb az emberi szem számára befogadni egy tájat, hogyha egy kis pontból a táj nagyjá válik, illetve a tájképből egy sokkal jobb szeletet látunk fokozatosan, átmenetszerűen. Ugyanis, hogyha egy nagy részletből közelítünk le egy kicsire, a zavarulat a szemlélő ugyanis nem fogja tudni, hogy melyik lesz az a pont, amit kell keresnie, és mindent keres. Az operatőr nyilván tudja, mert ő tudja, hogy mire fog ráközelíteni, mire akar, de a szemlélő ezt nem fogja tudni. Sokkal könnyebb a kicsiből egy nagyot befogadni. A kamera elfordulása, amikor mondjuk a szereplővel együtt fordul a kamera és mutatja a tájat, önállóan elforduló szereplő nélküli kameramozgásról tudunk beszélni. Akár viszintes, akár függőleges irányba. Az áttűnés. Na mi is ez az áttűnés? Ez amikor a vágások nem élesen következnek, hanem egyik kép szépen átmosódik a másik képbe. Filmekben kevésbé, elsősorban
természetfilmek esetében szokták alkalmazni, vagy olyan videók esetében, amikor az egyes képek, állóképek és egy videós fotótárat készítenek el. Áttolás szintén egyfajta vágások közötti átmenetet jelent. Egyik kép eltolja a másikat, és úgy csúszik be az új kép a néző elé. Az elsötétülés, én az elsötétülést tartom legkellemesebbnek, hogyha egy videós fotótárat készítek, ez sokkal kellemesebb átmenést ad én szerintem. Köszönöm a figyelmet! Szeretnék bemutatni önöknek a képkivágásról egy kis videót. Nézzük meg élőben, mit is jelent ez. Ez a teljes testű képkivágás, amikor az illető, a személy tetőtől talpig látszik a képen. Jól látszik a láb, nincsen levágva belőle egy részlet sem. A fej mögött is van egy kellemes tér, illetve az illető a képnek az egyharmadában van, tehát az aranymetszés szerint is el van helyezve. Ez egy hibás kivágás, amikor itt a kép alsó részletében a portrélanyunknak a lába térd alatt van elvágva. A helyes kivágás a térd fölötti elvágás lenne. Hogyha az előzőt használjuk, akkor inkább egy egész alakos képkivágást válasszunk, vagy vágjuk el térd fölött. Így, ahogy ezen a képen is van, ez a közepes képkivágás. Térd fölött elvágva, nincsenek zavaró részek a képen, és szintén az egyharmadban maradt a figura. Ez egy még közelebbi kivágás. A közepes kivágás. Az előző képkockához képest sokkal szerencsésebb volt, mert nem a készfeje volt levágva. Ez a közeli kivágás, amiről beszéltem, fejtető látszik, az áll még látszik, az arcra fókuszálunk. Ez egy még közelebbi, ahhoz képest fejtető és az áll alsó csúcsa már nem látszik. Extrém közeli, közeli. És az igazán extrém közeli, amikor csak a szemek látszanak. Az orr is el van vágva. Nagyon jól lehet a tekintetet követni, és a feszültséget ezzel fokozni, ezzel éreztetni.